Hello mindenkinek, ez itt a Dead Rising 3 végigjátszásának utolsó fejezete, amelyben most az Untold Stories of Los Perdidos DLC-nek utolsó, egyben negyedik epizódjával fogok foglalkozni, ami nem más, mint a The Last Agent DLC, amiben Brad Parknak, a ZDC ügynöknek a sztoriát fogja nekünk elmesélni, hogy mit csinált a Los Perditos-i kitörés során. Ide le! És akkor Playthrough Extra Missions as a ZDC agent. Find out what happened after Nick's time in the Los Perdidos outbreak. Tehát, hogy Nick ideje alatt, tehát ez a fő sztori alatt játszódik, ahogy az összes többi DLC is, ZDC ügynök képében, szemszögéből mi a helyzet? Hogy miért van az, hogy állandóan mindig az ő speakereiket kellett szétcseszni, a kameráit fölhasználni, tehát, hogy mi is a ZDC igazi szándéka? Ugye azt kell tudni a ZDC-ről, hogy ez a Zombies Department of Citizens, tehát hogy ez a zombis FBI, vagy a zombis CIA, inkább az, és hogy az alapján, hogy mi az ő igazi szándékok. Lehet, hogy más szándékok van, mint a Spec Ops-osoknak, vagy az a két cég egy is ugyanaz. Na, meglátjuk. Story mode és új játék. Na. Ugyanúgy megkapjuk az Untold Stories of Los Perdidos intrót, ahol a négy karakter bemutatja, és utána jön az epizód specifikus intró. Hosszú becsület, ő lesz az. Kötelesség, megváltás. Na, nézzük. Nagyobb hívást, fegyelmet kap valaki feletteseiktől. A szabályok betartásával jobb. Ő is csak egy ember volt, és régi barátja volt egyébként. Itt van Brad Park. Nick! Nick nem hisz benne, mert az volt, hogy végig azt hitte, hogy az a feladatuk, hogy megölni az embereket, akár csak a Spec Ops-osoknak, és ő is zombrexes. De segített neki. Azt hiszi, hogy ölük az ellenséget, tehát ölük az embereket? De miért? Tehát, hogy valami olyasmit hallottak, hogy a ZDC is benne van ebben az emberírtós dologban. Na most ki kell derítenünk. Ráadásul most benne vagyunk az Obrex hatása alatt. Four wheel fun. Itt vagyok, Doki. Van vitamin, meg pisztoly. Új fegyver, a Slagshot, innen jött be. Ez elvileg egy ilyen tűzgolyó vető fegyver, minden igaz. Ebben a DLC-ben jelen meg, a locker teljesen üres, tehát nem tudok semmit csinálni, viszont ütőből és két, tehát szögekből és kivert, tehát szögekből és lécből nem tudok csinálni semmit. Nem tudok készíteni semmit. Jó. Akkor nézzük csak, rációk, tele rációk, a macséta, ebből lehetne valamit csinálni, kombó, és abból a lángvetőből lehetne csinálni saber shotot, ami nem rossz, próbáljuk először ki, és utána lehet, hogy kombózunk. Akkor van itt tégla, tehát nyilvánvaló, hogyha találnék valami, mondjuk zseblámpát, vagy esetleg valami
el valami egyéb más elektronikai cuccot, akkor most már tudnék fénykardot is csinálni. Ó, még egy slag shot. Na, kettő is van, akkor az egyikből csinálhatunk egy saber shotot. Ó, nem is reagál rá. Mondtam, ez egy kézi tűzlabda vető, ami gránátként működik, a la Super Mario tűzlabda. Imádom. Jó, vegyük el tőle az M16-ost. És akkor csináljunk ZDC-t. Vagy izé, ZAR, cárt. Jaj, de hülye vagyok. A izéből a taktikai pisztolyban már nem tudok kombózni, mert az már alapból egy kombófegyver, zseblámpa és pisztoly keresztezésével. Ezzel már alapból izé sötétben max tudunk világítani, de ez egy alap pisztoly. De a headshotokkal lehet 800-asokat csinálni. Főleg Spec Ops-osokkal. És több lőszer is van benne. Ez főleg ez azért jó. Nézzétek meg mennyit ugrott. Na már van két szárom, egy saber shotom. Van még egy elektronikai cucc, akkor még egy fénykardot is tudok készíteni magamnak. Téglából, meg bármi másból. Ott a zseblámpa, csak mondani kellett. Vedd fel a zseblámpát, így van. És már téglából és zseblámpából már van egy fénykardunk. Már lesere, érted, nagyon érdekes a csávó, hogy lesere reagálja a helyzeteket, amikor épít valamit, mert mindenki leragálja, hogy király, szuper, meg ilyesmi. Ő semmit nem mond. És... hova tűnt az M16-os? Hova tűnt a karabé? Van itt egy másik is. Nem baj. Valami bebágosodott és pirosan villog. Pedig full töltényen rendelkezik. Na, szerintem haladjunk. Az orvos azt mondta, az a doki társam jelezte, hogy megint eltűnt az M16-os. Hát így nagyon nehéz lesz cárt készíteni. Jó, itt lehet defilert csinálni. De nekem izé kell. Aha, itt még a tűzoltóruhát is fel lehet húzni. Igen, csavarkulcs. Cső. Cső. Itt fenn van-e valami? Aha, itt... Ó, régi kedvenc! Ezt muszáj, ez muszáj. Ezt muszáj. Electric Staff. És már... És itt a folyik a nitrogén, úgyhogy már megvan az Electro Ice. Vagy a menet. Wait a minute. Mi az, hogy nem tudom megcsinálni? Nem á... Édes Istenem, ez a hülye gyerek nem gyűjtötte be a blueprintet. De jó. Jó, hát akkor majd... lesz, ami lesz. Persze, 100%-os mentés. Aha, háromszor vitte ki a ját... Egyszer vitte ki a játékot, csak a fejezetet, de alig gyűjtötte be a dolgokat. Nem igaz, hogy senki nem tud egy olyan szévet csinálni, ami majdnem full 100%-os. Tehát, hogy minden egyes blueprint, apokalipszis kiadásban minden egyes blueprint full kivitte a sztorit, mindegyik fokozaton, és minden ruha begyűjtve. Ez az igazi 100%. Nem az, hogy csak a sztorit vittem ki. Nem az van, hogy csak a tárgyakat gyűjtöttem be. Bullshit! Bullshit, bullshit, bullshit hátán.
Az árva van. Jó, máshol kell bejutnom. Épületen keresztül. Akkor másik bejáratot kell keresnünk. Nézzük csak. Ott esetleg. Így be. Itt a railgun. Itt a railgun, amit annyira szoktam használni. Jó, azt eldobom. És akkor itt a railgun. És a railgunból is lehet most már ízét csinálni. A vitamint beveszem, és akkor helyette a lőfegyvereket fogom csak használni. Itt az M16-os. És akkor... Így most már van egy... Vagy még egyet tudnék csinálni, railgunból meg shotgunból. Így, né? És akkor most már így fullosan vagyunk. Na! Hát akkor haladjunk szépen előre. Ezzel kéne kinyitni a kaput. Na, és akkor... A furgon! Furgonba kell menni. Én kémiai ilyen vegyszerszállító vagon. Oké, itt a vagon. Aha, ez Zombrex-el van tele, és ezt el kell szállítanunk. Korához. Hol vagyunk most egyébként? Itt vagyunk izé Almudában, a legrosszabb helyen. És ott meg blokk van, szóval a másik irányba kell mennem. Van ilyen, hogy visszatért ez a küldi. Ez az opcionális küldi, hogy megjelenek random túlélők, akik körül a zombikat szét kell szedni. Ó, Spec Ops-osok, te hiányoztatok! Annyira jó, hogy pont lezárjátok az utat, és mindenhová robbanó hordókat raktok, és emiatt cseszhetően nem tudok odaérni a kijelölt objektívához. Igen. Na, és akkor... Halljak meg, ha nem a jachthoz kell mennem. Medline halott. Ott a tűzijátékrakéták voltak. Most be van tiltva egyébként, hogy se venni, se árusítani, se használni nem szabad most a szilveszter alatt, hogy egy ilyen jó szilveszteri napunk van. Bob körül eltávolítani a zombikat. Szia, Kora! Megjöttem! Ó, itt egy blueprint, ez mit tud? Shock Dozer, jó! Ez se volt meg neked, ezek szerint. Szia, Kora! Nem úgy volt, hogy... Ja, meg ki kell venni az Zombrex-et a hátulról. Most akkor mi van? Most mi van? Ja, csak teljesen be kellett jönni. Most beszélhetek Korával. Édes Istenem, ez amikor a nagyon nüansznyi dolog miatt nem tudok tovább haladni. Ő is be volt csippeltetve, de neki tönkre ment a csipje. Ezért nem tud... Tehát ez a beépített Zombrex chip, ez akkor ez arra utal, ezek szerint ezek mondatok elmondása után, ez azt jelenti, hogy akinek be van építve a testébe a Zombrex chip, az folyamatosan így adagolja majd neki az adagot, és így nem kell mindig belőni. Tehát, tehát ők legálisan élhetnek tovább. És akkor itt van az illegális csoport, a lázadó csoport, akik nincsenek becsippeltetve, és ezen ellen akarnak tenni.
és ezért mindig magukba adják. De itt kiderült, hogy így valami miatt így elpusztult a chip a szervezetében, és ezért Nick adta be neki a következő Zombrex-et. Ha nem adta volna be neki, akkor most már nem lenne Brad Park, nem lenne Dead Rising 4. Jó, újra a feladatunk Zombrex-et gyűjteni folyamatosan. Most ez lesz a feladatunk. Illetve kimenekülni a városból. Ott van a Pacifier, a ZDC-k által készített fegyver, ami konkrétan az, amit ugye lehetett látni, amikor először játszottam a játékkal, és Zombie Lockerben vettem elő. A Pacifier az a fegyver, amivel, hogy mondjam, a zombi méhecskéknek a porát, amivel ugye föl lehet robbantani a fejüket, azzal az anyaga van tele. Keleten az autópályánál, ott a metrónál fogunk találni pacifistát. Dehogy szállok vissza a kocsiba, mindjárt felrobban, öcsém. Itt a közelben a garázs. Ugye? Ugye? Valahol itt van a közelben a garázs. Vagy itt van. Azt hiszem itt van, és akkor hova kell menni? Ja, ide föl. Nem baj, akkor is veszek magamhoz izét. Szem körül lehet takarítani a zombikat. Na, kell egy pacifista. Pacifikáló vett fegyver. Elmentettem a játékot. Micsoda véletlen. Hát te megoldod magadnak. Aha, most látogattam meg 4 garást. Ezt elő. Nem fogom megnézni a többi járgányt. Nézzétek meg magatoknak. Biztos, hogy vannak jók, de eddig nekem kedvencem az úthengeres moci. És a robbanás miatt megcsináltam. Elek körül a zombikat eltávolítani. Felső részem van, az akkor oda, úgy tudunk oda fölmenni, hogy nyilván errefelé megyek. És akkor fölmegyek az a felső útra. Aha, le van blokkádolva, tehát tovább nem tudok menni. Ezen keresztül nem is tudok Ingletonba menni. Na ennyit erről. Direkt erre a pályára van kihegyezve szerintem az egész DLC. Ne! A rohadt anyádba ki volt az a barom, aki megint robbanó hordot rag le ide! Pöcsömbe most már! Föl se tudom izé fordítani. Mi ez? Mi ez? Visszamentünk izé a 2000-es évekbe, amikor a GTA Vice City-ben föl... Nem lehetett föl... állítani az autót? Ha fölborult, akkor már lángokban állt és már föl is robbant. Ez is majdnem ugyanaz, hogy a GTA Vice City-ben nem lehetett úszni. Ó, még katona is van itten. Egy pillanat. Van itt katona. Vannak itt katonák. Csak én rohadtul nem látom őket, mert olyan rohadt sötét van. És ő robbantotta fel a mocimat. Az anyádba gyere, csak ide hagyd puszíjam meg veled az olmamat. Aha, és ZDC ügynökként, ex-ZDC ügynökként a ZDC hangszorokat is ismételten szét kell szednem. Ajj! Hát ezzel nem láttam, esküszöm nem láttam előttem a tagot. Itt a pacifistáló... Aha, itt egy egész rakat van. Akkor ezt elpakolom. Ez mindjárt használódik, úgyhogy... Megvan. Jó, akkor ezt használom föl.
Aha, most chippeket, nem chipset, chippeket kell most összegyűjtenem. Ajjá! És az mind ott van elől. Jó értem, ja, ide vissza kell jönni. Hát ez így rohadtul nehéz lesz. Ez így rohadtul nehéz lesz. Agygutát fog kapni, mindjárt komolyan mondom. Tehát vissza kell futnom. Hál' Istennek jó, hogy nincs sprint fogyasztás. Úgyhogy szépen tudok haladni. Ember! Hát még csak most jöttem le az autópályára. Lukassál már! Nincs moci itt a közelben? Egy mocit akarok. Léci, léci, léci! Nem igaz, hogy nincs moci a közelben. Nem, 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 nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy nincs moci a közelben. Az alapjátékban itt bőven volt itt. De azt sem tudom, hogy itt egyáltalán a DLC-ben volt egyáltalán. A többi DLC-ben. Akárhányszor itt elmentem. Észre se vettem. Tehát most nemrég játszottam az előző DLC-vel, a Chaos Rising-gal, ugye Hunterrel, és észre se vettem a moci mellett, és itt az úthenger mellett mocit. És nyilván, hogy le volt vágva a blokád, nyilván azért nem láttam. Most így be van szkriptelve, hogy izé, hogy nem tudok arra menni. Hát így most veszett lassú lesz. Aha, így most, hogy megtisztítsa a nevét. Nem egy korrupt ZDC, és így most ezért kaptam megállás nélkül a random encounter-öket. Aha, szóval ki kell nyírnom. Ja, a zombi királyokat kell kinyírnom. Hogy az chipeket kivegyük belőlük. Értem a csizit. Zombrex chipek. Aha, ez ugyanaz, mint a motorosoktól a gyűrűt felszedni. De itt most fő lényeg, nem pedig opcionális. Na, most már csönd legyen. Jó. Vissza a mocinkat. És most már nem csinálok több opcionálisat. Na, tovább, itt előre. Mert csak meg kell tanulnom célozni. Mekkorát ugrottam? Láttad? Na ez az igazi overkill. Itt fönt is van. Ne borulj fel! Ne! Istenem, komolyan mondom! A
karrodj! Hogy eddig nem sérültem, vagy most bevágosodott az életenergiám, vagy mi a tököm? Vagy a regeneráció most egyszer működik, egyszer meg nem? Nagyon, nagyon furcsa. Ez sincs begyűjtve. Boombeer. Ez a taxi mindjárt fölrobban, tehát nem hiszem el, hogy nincs egy épkézláb jármű, amivel gyorsabban tudnék mozogni. Ja, és akkor mondhattátok volna, hogy hát ott a villában most miért mentél, ott vissza lehetett volna gyűjteni a maradék járműveket. Aha, francokat, én már nem. Pont itt vagyok a közelben. Milyen érdekes, hogy csak hármasával vannak egyébként ezek a királyok. Mint a három királyok, és pont, hogy még mindig karácsony van. Tehát éppen amikor ezt csinálom, akkor pont karácsony van, és pont ide jön a három királyok. Micsoda véletlen. Egyébként miért erre megyek ki, amikor a többi zombi ott van elől? Jó, messze vannak ezek is. Na, ez volt az utolsó alkalom, hogy megmentettem valakit. Innentől kezdve nem mentek meg senkit. Mert szeretnék haladni. Ez az utolsó fejezet, gyerekek. Ezzel szeretném végig tolni az egész Dead Rising 3-at, és hogy már végre tudjak haladni a franchise-zal, meg mással is szeretnék foglalkozni. Ott van még mindig a Borderlands, azzal sem haladok, azzal is szeretnék szépen haladni. No commentesen természetesen. Na végre egy jármű. Na itt már csak ketten voltak. Felvetted a karton dobozt? Totál fölösleges? Ja, jó. Nem tűnt el a cár. Az alapjátékban nem tudom miért tűnt el folyamatosan. Mindjárt elhasználódik, és akkor már csak egy darab van. Itt mellettem. Az meg valamiért bebágosodott. Akkor itt a szomszédban lesz. Hát akkor csak itt tudok haladni. Megint jármű nélkül. Csak gyalog. Hiába a sprint. Hiába a kifogyhatatlan sprint. Na, van itt kocsi, meg minden. Jó, és akkor itt lesz az izé a... Aha, itt lesz bent. Úgy már... Aha, most már értem, miért voltak ketten, mert a harmadik ide jött bulizni a másik három királyhoz. Értem! Na, összegyűjtöttem a csippeket. És akkor most vissza kell menni. Jó. Ebbe beszállok és illabeleg nádekerek elszelelek. De nem. Még egy mocit. Most igyekszem nem fölborulni. Jó, szépen haladok így. Itt volt az úthenger, amivel múltkor leparkoltam. Ezt meg bezzeg megjegyezte, és most robbant volna föl egyébként. Megint lelassultam. De nem, jó, megcsinálta. Én csak egy-két katona volt ott az autópályánál, szóval eddig még csak néhány mutatkozott be, de igazából szerintem itt sem fog annyira megjelenni a Spec Ops egy-két katona kivételével, tehát tényleg akik túlélték.